Sziasztok, bátyuskák! Benkő Gábor vagyok, a Forfó főszerkesztője. Tallinnból jelentkezem. Hát ebből látjátok, ma este a válogatott, a magyar válogatott kikjátszik a világban is a rendőző mérkőzést. Észország lesz az ellenfele. Nagyon fontos találkozó lesz számunkra, hiszen ti is tudjátok, hogy nagyon rossz emlékű holland meccsen van túl a szerethetőnek becézett egervári csapat. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg nagyon fontos lesz ez a meccs, de az észletnek is az, 4 mérkőzés óta nem nyertek, úgyhogy véletlenül azt gondolják, hogy mikor, ha nem most, a magyar válogatott ellen szerezik meg a 3 pontot, nekik is nagy szükségük van rá. Tehát kimoltunk a stadionban, megnéztük a magyar válogatott és az észt válogatott edzését is, ebből sok mindent nem lehetett leszűrni. Az biztos, hogy Kovan Vladimir nem játszott a mérkőzésen, és Hajdan Tamásnak is egy kis sérülésre. Függetlenül az utóbbi játékára még van esély. Egevári Sándor valószínűleg, ahogy szokta, a kezdő sípszó előtt órával, másfél órával hozzon a nyilvánosságra a kezdőcsapatot. Meglátjuk, hogy ki lesz például a bal hátvéd vagy a jobb hátvéd, hiszen tudjuk, hogy a hollandok ellen ezek a posztok sok kérdést felvetettek. Úgyhogy a mérkőzés magyar idő szerint 9-kor kezdődik. Itt egy órával előbbre járunk, és találkozunk. Hajrá Magyarország, hajrá szeretnénk!